Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, és akik már soha nem fognak ingatlant venni. Én írtam az Ingatlanos Álmok könyveket, enyém az Ingatlanos Álmok klub, illetve július 16-án passzív milliók ingatlan bérbeadásból címmel ilyen kis egyórás előadást tartok, úgyhogy kattints, iratkozz fel, és legyél ott. Várlak szeretettel, természetesen kérdezni is tudsz. No, ez a nagy csók, meg ugye az ingatlanok, hát nem értéke, ára emelkedett inkább, méghozzá hitelek segítségével, tehát a mi kormányunk ezt azért elég jól megtolta. Viszont az is elég tiszta most már remélem mindenkinek, hogy aki bérből és fizetésből élt, az azért felvette a csokkot, tehát azért hozzájutott, ugye nyilván mind a két részről majd megtesz mindenki mindent, hogy ez működjön. Na de, mi van azokkal, akik nem tudtak ingatlant vásárolni? Én most úgy gondolom, hogy most már Magyarországon megjelent az a réteg, és én ezt érzem a bérbeadásoknál is, hogy a bérbeadási időn megnyúlt nekem is, hogy soha nem lesz ingatlana, és miért? Ha nézed, szintén történelmi visszatekintést szeretnék neked adni, hogy 2008-ban mennyit kerestek az emberek, mennyi volt mondjuk inkább úgymond a minimálbér, és mennyi most. Tehát körülbelül egy olyan 12-15 éves ciklus el fog telni, és szintén egy elég komoly állami dotáció kell majd ahhoz, hogy ismét megjelenjenek azok az emberek, akik majd ingatlant akarnak valahogyan venni segítséggel, ezzel, azzal, amit lehet, megragadnak majd, és akkor 10 gyereket szülnek meg, tehát mindent el lehet képzelni. De ennek ez a lényeg, hogyha nézed, hogy ezek a bérek a továbbiakban ennél sokkal jobban már nem igen hitelezhetők. Nyilván a futamidőt ki tudják tolni, és akár örökölhetővé tehetik kötelező jelleggel a hitelt is, tehát ez egy nagy dobást tesz majd tőlük. És akkor mehet még így is tovább minden, viszont ha megnézed a 2008-at és most ezt a 2022-t, itt bizony ténylegesen az a különbség, hogy azok a bérek akkor hitelezhetőek voltak addig a pontig, hogy akkor ők még tudtak valamilyen ingatlant venni, és most is szerintem nagyjából eljutottunk erre a csúcsra, és most egy darabig én nem számolnék, hát ingatlan árrobbanással ugye nyilván semmiképpen sem, de azzal sem, hogy a nagy fizetőképes kereslet indulna az ingatlanok után. Az is tény, hogy az embereknél sok pénz van, a válságok meg nyilván arról szólnak, hogy ezt a pénzt el kell tőlük venni, tehát azért legyen világos, de most még én azt mondom, hogy ha tényleg van úgy valakinek szabad pénz, akkor inkább ezerszer is ingatlanba tegye, mint hogy azt hagyja a bankszámláján különböző paraméterekkel, úgyhogy vegyél bátran ingatlant, amíg tudsz, viszont ténylegesen az a réteg is itt van sajnos az orrunk előtt, akik már nem fognak tudni, és egy örök bérlők lesznek. Ez mondjuk nekünk jó. Jó, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél. Legyél ott a passzív milliók ingatlan bérbeadásból. Szombaton tartom, kattints, iratkozz fel, és küldeni fogom a linket. Szia!